Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt a Techtopia sorozatunk 9. része lesz. Hát mostanában, hát elnézést kérek, de nem nagyon jönnek össze az időben feltöltések, szóval mindig csúsznak a részek, és azért van, mert mostanában, úristen, minden közben jön nekem. Internet problémáim vannak, a YouTube rendszerével vannak problémáim, hogy nem tudok feltölteni rendesen videót. Szóval voltak azért így rendesen problémáim, nem tudom, hogy vagytok vele, és ezek olyanok, amikkel így nem nagyon tud az ember mit kezdeni, emiatt hát nem nagyon tudtam a részeket folyamatosan csinálni, ez a rész is azt hiszem, hát késni fog, hogyha így előre látom, mármint egy egyelőre időben vagyok, de látom, hogy az internetem olyan, hogy ez valószínűleg késni fog. Na nem baj, én úgy vagyok vele, hogy ettől függetlenül csinálom tovább a videókat, én megteszek mindent tőlem tehetőt, hogy a videók időben kikerüljenek. Lehet, hogy lesznek csúszások, de arra kérlek titeket, hogy ezt nézzétek el nekem, mert hát ez azt gondolom, hogy megeshet bárkivel, hogy ilyenek megtörténnek. Na de nem baj, én ettől függetlenül ugyanúgy szeretném ezt a sorozatot folytatni. Néha persze belecsúsznak ezek a kis csúszások így a videós életembe. Na de nem baj, ebben a részben én azt terveztem, hogy teljes mértékben megcsináljuk a kocsmát. És az előző részben kicsit elrontottam méghozzá azért, mert túl nagyra építettem az épületet, mert egy hatalmas kocsmát szeretnék. Hát ekkorára úgy néz ki, hogy nem lehet, de nem baj, egy picit lefaragunk belőle. Így körülbelül annyit faragunk le belőle, hogy így ezt. Illetve így körülbelül talán így valahogy így idáig, és akkor itt hátul lesznek még mondjuk szobák. Mondjuk az nem lenne egy rossz ötlet, hogy a kocsmán belőle így lehetnének mondjuk házak maguk, lakóházak. Méghozzá azért nem lenne rossz, mert akkor tételezik fel, hogy ez egy ilyen random kocsma, ami így elszállásol embereket, mint ezt próbálja így imitálni, de tulajdonképpen ez nem igaz, mert itt laknak folyamatosan. Na mindegy, szerintem ez egy tök király kis dolog lenne, hogy a kocsmában is laknak. Szóval ez nem csak egy ilyen kocsma, hanem egy ilyen vendéglátó inkább. Vagy valami ilyesmi, és akkor ezt tudnám így ezzel elkészíteni. Na mindegy, ez egy hatalmas épület lesz minden esetre, és rengeteg idő lesz megcsinálni. Szerencsére, mondjuk az én szerencsémre, hogy nem kell annyira sok fát vágni már nekem, mivel van nekem ez a whole tree axe, amivel kivágok egy egész fát, és lesz rengeteg faanyagom. Szóval ebből a szempontból azért elég jól kijövök. Na mindegy, ebbe fogok ezzel a résszel foglalkozni, vagy ezzel fogok ebben a részben foglalkozni. Kicsit rosszul tettem össze ezt a mondatot. Annyit még megmutatok nektek, hogy van egy emerald blokkom, amit hát valószínűleg a most nemrég felnőtt fadusiaimra fogok elhasználni. Méghozzá azért, mert ezek azért úgy aránylag magasabb intelligenciájúak lettek, mivel a tanár fadusim az már kezd fejlődni. Illetve egyre magasabb az ő skill szintje is, illetve hát nézzétek meg, ez már egy 30-as. Ez is egy 30-as, sőt már beadtam farmernek. Ja nem, ő azt hiszem egy nomád volt talán? Nem tudom pontosan. Ő egy 32-es intelligenciájú, már alig van 46-os, nagyon királyfalusi. Hát egy 23-as azért becsúszott, de azt gondolom, hogy az se olyan rossz, szóval az is aránylag hamar fel fog fejlődni. A 46-os intelligenciájú falusit szerintem egy negyedik bányásznak kéne beadni, mert a bányász szerepe az lassan nagyon durván fel fog menni így az egekbe. Ő lesz az egyik legfontosabb falusi. Vannak nagyon durván magas intelligenciájú, meg skill szintjű bányászai már, amúgy, hogyha szétnézünk, hát pont nem itt. Ó, van egy új szívecske. Szívecskéből soha nem lesz hiány, mivel azok nagyon gyorsan teremnek újra, sokkal gyorsabban, mint amennyit fel tudunk használni. Szóval ezekkel soha nem lesz hiány. Nem itt vannak a bányászaim, de a lényeg az, hogy vannak olyan bányász falusiaim, akik már folyamatosan gyémántokat találgatnak nekem. Megmutatom nektek, mennyi gyémántnál tartunk, nem tudom, mutattam el az előző részbe, de 29 gyémántnál. Hát itt vannak véletlenül beencsantolt falusi cuccok, hát mindegy, ezekkel most annyira nem tudok mit kezdeni, ezeket véletlenül elfejtettem kikapcsolni az enchantert, hogy beencsantolja őket, de ha megnézitek, aránylag jó enchantokat tett már rájuk, szóval lehet, hogy már az enchanterem is így már kezd helyreállni, vagy nem is tudom, mert hogyha falusiak által készített cuccokról van szó, akkor jobbakat ad be nekik, nem tudom. De a bányászaimat mindenképp meg akarom nektek mutatni, hogy hogy állnak. Ez a 29 gyémánt, ez azért elég sok ahhoz képest, hogy ezt nem olyan sok idő alatt bányázták ki. Hát itt van egy 74-es bányász, és már folyamatosan találgatja nekünk a jobbnál jobb cuccokat. Ott tartok lassan, hogy nekem szerintem már soha többet nem kell bányásznom, ami tök király, mert a falum egyszer csak teljesen ilyen önellátóval fog válni, ezt a szót kerestem, nem is kell majd egy idő után semmit csinálnom, csak új épületeket építenem. Most így bebenézegetek az összes házba, és igen, itt egy falusim, akinek jelenleg nincs háza, szóval mindenképp be kell majd adnom a kocsmának egy részét, ilyen vendéglátó részé. És lehetséges, én azt terveztem elején, hogy ott lesz a konyha, és akkor nem tudom, az olyan kicsit olyan király lenne, de szerintem legyen benne egy vendéglátó, és akkor lesz itt egy kisebb recepció is, meg ilyenek. Legalábbis én ezt terveztem, és hát ahhoz, hogy így ne legyen túl nagy maga az épület, lehetséges, hogy ezt a részt innen így le kéne vágni, és akkor mindjárt kiszámolom, hogy pontosan az így az 50 blokkos, vagy az 500 blokkos alapterületet így megadja-e, benne van-e az 500 blokkos alapterületbe, hogyha innen
megnézzük. Hát kiszámoltam, és igazából az lenne inkább a legjobb, de minden szempontból nagy házaink legyenek, az lenne a legjobb, hogyha innen vágnám le inkább a kocsmát. Amit meg is fogok tenni, hát lehetséges, hogy ez így most így kisebb kocsmát fog eredményezni, de amúgy több szintesre terveztem. Lehetséges, hogy a második szintet nem is fogják tudni használni a falusiak, de úgy vagyok vele, hogy nem tudom, akkor is legalább úgy jól fog kinézni, hogy lesz még egy ilyen kis lenéző, ilyen kis galériaszerűség. Nem tudom pontosan, hogy hívják azt a fajta elrendezést. És akkor ide beteszek majd oszlopokat, meg falakat, és akkor itt lesznek ilyen, nem is tudom, ilyen házak, meg minden ilyesmi, szóval én ezt terveztem ide. De azt gondolom, hogy most jön egy kis emerald eső, eladok ennek a falusinak 5 stack redstone-t először is, szóval még soha nem adtam el neki redstone-t, ez az első alkalom, hogy maximum emeraldért vásárolja meg őket, illetve most papírt is vásárol, ez azért egy emeraldokat ad, nem egy nagy cucc, de ingyen emerald nekem nagyjából. És 5 stack búzát is eladok neki, mivel most mindegyikért 4-et ad, mert már rég adtam el neki búzát, szóval. Így most egy 50 emeraldot sikerült összegyűjtenem, és itt egy nomád nézzük, á, 12-es intelligenciájú, azt gondolom, hogy ez hanyagolnám inkább, mert vannak sokkal jobb intelligenciájú ilyen lakóim itt a faluban már alapból. Szóval nem tudom, szerintem most minden emeraldomat magamhoz veszem, és elkezdek kicsit shoppingolni. Egy dologban biztos vagyok, hogy szükségem lesz egy bányász falusira, mivel egy bányász az mindig jól jön itt pluszba. Hát nem egy favágó, igazából a favágókra már egyáltalán nem lesz olyan szükségem, mivel azok már van elég, termelnek annyit, amennyit így megvásárol majd tőlem előbb-utóbb a merchant. Még egy farmer majd kelleni fog a jövőben, de egyelőre én azt mondom, hogy inkább egy új druida kéne, még egy druida. Azért gondolok még egy druidát, mert azokat a bányajáratokat azért vissza kell töltögetni, illetve hogyha több farmert beteszek majd így a jövőben, még egy farmerre például szükségem lesz, hogy meglegyen a 8, akkor így azokat a farmereknek a földjeit azért majd meg kell így növelni, meg ilyenek, szóval azért erre is szükség lesz. Azt gondolom, hogy egyelőre legyen ennyi új falusim, és hát nem tudom, ez mondjuk ez tökéletes farmernek tűnik nekem, ez a 32 intelligenciájú falusi, már alapból egy magasabb farmer szinten fog kezdeni, egy 17-es farmerként kezd. És azt mondom, hogy állítsuk rá arra, hogy csak mondjuk búzát szedjen, és akkor hogy be lesz osztva, hogy melyik falusi mit szed majd, és azt is, hogy csak azt ültessen el. Azt akarom elérni, hogy minden egyes földet két falusi farmoljon lesz, vagy két farmer falusi. Csak azt nem tudom, hogy hova lettek a farmerjaim, mert elvileg 6 darab van. Ide most került még egy, nem ez az. Ez tényleg csak beetrootot szed, ez tényleg csak répát. Azt hiszem ez egy ilyen mindenes. Nem, ő is csak répát szed. Jó, akkor viszont majd be kell állítanom egyet, aki csak beetrootot szed majd. Illetve akkor most van 2 a búzán, és be kell állítani úgy majd, hogy 2 legyen krumplin is. De ahogy nézem, igen, ő is megvan. Igen, akkor nem tudom, hogy hova lettek most a farmerim, vagy lehet nem is voltak, lehet már rosszul emlékszem, hát annyi falusim van, hogy igazából már kinézem magamból, hogy egyszerűen csak rosszul emlékszem arra, hogy most melyikből mennyi volt és ki mit csinál. Itt van egy ilyen mindenes farmerem, ezt most beállítom, hogy csak krumplit szedjen, és akkor már ez is megvan, és akkor kéne majd még egyet, aki majd beetrootot is szed. És akkor ezen lesz szerintem így a legjobb beállítás. Igazából majdnem mindegyikre ugyanakkor a szükség van, talán répára meg búzára kicsit nagyobb lesz, mert hogy akkor azokat még az állatokat is így be kell velük etetni. Igazából céklára lesz a legkevesebb szükség, de végül is azt majd felhasználja a séf, meg búzát is, szóval egy kicsit már nehéz így megmondani, melyikre mennyi szükség lesz, de legfeljebb majd nem tudom, majd kicsit átállítom a dolgokat, utólag ezt még majd megteltem. Viszont elvileg kéne, hogy legyen még egy farmerem, aki csak beetrootot szed, csak nem nagyon tudom, hogy most ez hol van, vagy létezik egyáltalán, és úristen! Ez a falusim, ez már 100-as. Az durva, különben. Már megvan a második 100-as farmer falusim. Ez pedig úristen, ő egy 35 intelligenciás egyes farmer. Szerintem ő az, akit előző rész végén beadtam, azóta nem is voltam fent, nem is afkoltam azóta. Ez is egy ritka dolog. Most próbálom megtalálni ezt a falusit, de mindegy, majd utólag majd rátalálok, vagy valami ilyesmi. Most azt gondolom, hogy adjuk be a 46-os intelligenciás falusimat bányásznak. Megtaláltam ezt a 46 intelligenciás falusimat, és akkor beadom őt. Hát, azon gondolkodtam, inkább druidának adom be, mint bányásztak méghozzá, azért, mert olyan nagyon lassan fejlődnek a druidáim, hogy azt nem tudom elmondani. A bányászok egy kicsit gyorsabban fejlődnek, szóval egy 32-es intelligenciás falusit fogok inkább bányásznak beadni pluszba. És azt gondolom, hogy ez nem egy akkora probléma, mivel úgyis felfejlődik majd, ahogy olvas a könyvtárba. Vagy ezt azt hiszem, hogy pont egy 30-as intelligenciás, jó, mindegy, ő is mehet bányásznak, ha arról van szó, igazából szerintem majd több bányász lesz. Mert a bányászok szerepe azért ugye eléggé magas, hogyha így belegondolunk. Szóval annyi vasat kell, hogy szedjenek, és akkor majd ekkor jön be az a tényező, hogy kell majd egy új kovács. A kovács fogja majd megcraftolni nekünk a dolgokat, de ez most nem ebben a részben, ebben a részben a
a, hogy hívják azt, a kocsmát fogom teljes mértékben megcsinálni, hát most átalakítom az egyik ház végét először is egy másik házzá, amihez nem fogok tudni szerintem egyelőre 6-os háztokent venni, de vannak még 2-es háztokeneim, hát igen, ez 48-ba kerül, ez csak 15-ön van, nem baj. Egyelőre csak egy 2-es háztokent fogok tudni majd ugye úgy rátenni, de végül is az se akkora probléma, majd előbb-utóbb meg lesz a 6-os is. Hát én első körbe körülbelül így terveztem, lehetne mondjuk itt egy ház, ott egy ház, és akkor emögött is egy ház, de lehetne itt előtt egy ilyen recepció per bárpult per ilyenek. Ez szerintem nem egy rossz ötlet, és akkor itt lenne mondjuk itt oldalt ennek a negyedik háznak a bejárat, ami egy kicsit kisebb lesz, hogy valami ilyesmit akarok, és ezt is fogom megcsinálni. Ezt nagyon még letimelapszelni is érdemes, mert olyan rövid idő ezt megcsinálni, csak falakat építek be tulajdonképpen. És erről beszélek, abban a pillanatban, hogy beépítettem ezeket a falakat, elég nagy lett a kocsma ahhoz, hogy elkezdjék használni a falusiaim miatt, végtelen happinessük lesz ettől a pillanattól fogva. Már is zenél itt a bardom, és tyűha, na mostantól lesz aztán igazán jól teljesítő a falu, most már nem lesz az, hogy ilyen nagyon alacsony happiness szintje legyen bárkinek is, de mivel nagyon későn csináltam, emiatt még csak egy pár falusi, aki éppen még fent volt, ők jöttek be ide szerintem. Szerintem ez ezen alapult, na mindegy. Annyi a lényeg, hogy már körülbelül megvan, itt lesz egy ilyen bárpultszerűség, és itt lesz majd még egy szoba, és akkor itt lesz így tulajdonképpen 3-6-os szoba így instant. Ami azért úgy eléggé nagyon sok falusit képes lesz itt így eltárolni nekünk. És nagyon király. Igen, ezeknek, hogyha megnézitek, már is felment így nagyon durván a happinessük. Ez a bányász, ez hát mondjuk olyan nagyon durván nem ment fel, de 70-es happinessre már is így felugrott neki. Szóval ez nagyon sok boldogságot fog így adni nekik. És most ismételten azzal a problémával küzdök, hogy nincs elegendő ágyam. Egyszerűen nem tudok elég ágyat tenni ezekbe a szobákba, amik oda bent vannak, pedig azért elég sok szoba van már. Hát illetve nincs is ilyen tokenem, ami megfelelne annak, hogy én ott 6-os házakat csináljak, de nem baj. Nem baj, mert én úgy azt terveztem most, azt tűztem ki most egy új célnak, hogy ide begyűjtök magamnak birkákat. És akkor ezeket a birkákat majd később Rancher fogja tudni majd szabályozni, meg szaporítani, meg minden. De egyébként csak azért le tudjam őket nyírni, és legyen folyamatosan elegendő bárány szőröm. Gyapjú, arra gondoltam, nem találtam meg azt a kifejezést hirtelen. A birkák körülbelül úgy itt találhatóak valamerre. Úgy emlékszem legalábbis, szóval nincsenek olyan messze. Pillanatok alatt ide fogom tudni őket hozni. És most már, hogy funkcionál a kocsma, meg minden tök király ide bent, be is üzemeltem az új házunkat, amelyben egyelőre csak 2 ágy van, de majd 6-os lesz, meg egyelőre csak egy ilyen 2-es tokenem van. Hát most nagyon másra nem futotta, de amúgy ugyanúgy működik attól függetlenül, hogy benn vagyunk a kocsmában. Ugyanúgy működnek ezek a háztokenek, csak át kell menni egy másikon, és elvileg ez az egyik ágy most így. Hát egyik ágyat el fogja most foglalni az egyik falusi, akinek most éppen nincs, az egy rancher, azt hiszem, vagy valami ilyesmi fog történni, majd meglátjuk mindjárt. És amúgy tök király, mert azt néztem, hogy az enchanterünk például már majdnem 100-as happiness-en van. A bardunk nem egészen, ő annyira nem boldog, mert ő csak zenél a kocsmába és nem iszik, vagy nem is tudom. Na mindegy, egyelőre még nem vette be senki se ezt az új ágyat. A lényeg az, hogy most, esik az eső. A lényeg az amúgy, hogy most már, ha minden igaz, itt nagyon király lesz minden, mert tényleg minden falusi nagyon magas intelligencián, nem is intelligencia, happiness-el lesz állandóan tulajdonképpen, mivel itt mindig feltöltik este szinte maxra a happiness-üket, és sokkal jobb munkát nyújtanak majd nekünk napközben. Ha megnézzük, már nem is nagyon lesz így szerintem többet százas happiness alatt levő falusink reggelre, ami pedig szerintem tök király. Nézzük meg, a tanár az alapból azon volt, az amelyik nagyon boldogtalan volt, az enchanter, az nem is tudom, hogy most hova lett. De a lényeg az, hogy ez a falu, ez tényleg innentől kezdve már nagyon durván fog menni, most már csak megcsinálom a maradék foglalkozást, aztán pedig felállítok egy hadsereget szerintem majd őrökből, de az még majd jóval később van, mert előbb én a bánya termelésemet indítanám be még jobban, ami mostanában azért dolgozgatok már, van egy elég erős bányászunk, meg most már egy új druidánk, meg minden, nagyon jól fogunk menni, viszont ameddig én itt várok arra, hogy jöjjenek az emeráldok, hogy vásároljak újabb foglalkozásokat a jelenlegi falusiaimnak, hogy dolgozzanak is. Addig szerintem elkezdem a kocsmát még egy szinten feljebb építeni, mivel ez a kocsma, ez tényleg nagyon durván sok minden
előnyt fog nekünk nyújtani, mert ez nem is csak egy kocsma lesz, ez egy hatalmas fogadóépület lesz. Úgy tervezem, hogy alapból lesz még egy szintje, ami inkább csak ilyen dekorációs szint, ez nagyobb belmagasság legyen, ne fejeljük le ennyire ezt a föld mennyezetet, mert azért ez eléggé rossz egyelőre. És azt gondolom, hogyha az meg lesz, akkor annak a tetejére jön egy lapos tető, és annak a tetejére még ilyen, egy ilyen ház komplexum így magán a tetején. És akkor ez egy nagyon érdekes épület lesz, amúgy csak nézzétek meg, hogy ekkorák az épületeink, ez a kocsma. Szóval, hogy azért így azt gondolom, hogy nem egy kis épületet kezdtem el itt építeni. Azon gondolkodtam, hogy talán ide ezt a két oszlopot itt még itt kijebb hozhatnám, és akkor kicsit így jobb szerkezetűnek tűnne az egész, amit azt gondoltam, hogy ezt. Talán. Szerintem ez egy nem lenne egy rossz ötlet, ilyen kicsit ilyen masszívabbnak tűnne az egész. Illetve akár még egy-egy... Ops, eltört a baltám. Még egy-egy ablakot ide majd csinálhatnék, meg kisebb dizájnolásokat kívülre, de ezeket még majd megálmodom. Egyelőre azt gondolom, hogy tovább építem feljebb ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy talán elérkeztünk arra a pontra, hogy eladjak neki 20 gyémántot, a merchantra gondolok itt. És én ezt azért gondolom, hogy egy jó döntés lenne, mert tényleg annyi falusim van jelenleg, aki nem csinál semmit, csak nem tudok nekik tokeneket venni, meg nem tudom pontosan minek állítsam be őket. És hát emiatt én azt gondolom, hogy oké, akkor most eladok neki 20 gyémántot, amit megtalálom. Kérem, hogy egy merchant stall is, ami lehetővé tenni nekünk azt, hogy a merchantot egy helybe tartsuk, hogy egy helyre menjen és ne össze-vissza mászkáljon a faluba, amivel ez tényleg nagyon-nagyon nehéz feladat nekem mindig ide begyűjteni ezt az embert. És hát így... Igen, 60 emeráldot egyetlen trade-ből, hát azért ez egy eléggé durva trade volt. Illetve 32 sült krumplit még el tudnék neki adni, de az így nincs nagyon. Szóval így azt vettem észre, hogy amióta így megnövekedett a falusiaim száma, azóta azért úgy nincs folyton nekik sült kaja. Ez egy dolgot jelent, egy új séfet. És ezt most meg is fogom vásárolni a frissen szerzett emeráldjaim. Valamúgy kéne egy új rancher is, szóval ezt is most beszerzem. Hát nem egy új, hanem még egy igazából. Mert a jelenlegi rendszerem az nagyon jó, egyre jobb, csak hát kéne még egy, és kéne még egy sheaf. Hát igen, ezek mondjuk nem jöttek rosszul, most van itt 9 gyémántom még marad, de sokat fognak még nekem szedni a bányászfalusiaim, főleg, hogy már van egy új bányászfalusim is, aki szintén majd be fog nekünk zsebelni mindenfélét. És hát a jelenlegi sheaf falusim az már 44-es, ami elég jó 55-ös intelligenciával. Folyamatosan szerzi nekünk itt a dolgokat, folyamatosan kraftolgatja nekünk a kenyeret, meg a süti a krumplit, de nem nagyon csinál mást, például soha nem csinált még céklalevest. Emiatt azt gondolom, hogy a második séfemet erre fogom beállítani, hogy céklalevest csináljon, meg mondjuk ilyen bonyolultabb ételeket. És íme itt egy 30 intelligenciás falusi, hát ki mást állítanék be, mint őt. Igen, és most beállítom neki, hogy ne süssön krumplit, és ne süssön, ne csináljon kenyeret. És akkor a másik kettővel fog foglalkozni, ami hát inkább a leves készítés lesz. Szóval azt gondolom, hogy egy kicsit így effektívebb lesz, egy kicsit több kaja lesz a falusiaimnak, ami szintén eléggé jó. És akkor még kéne egy rancher, a ranchernek egy nagyobb intelligenciás falusit. Igazából mindenkinek nagyobbat akarnék beadni, csak hát vannak ilyen nagyon gyengék, akiket hát legszívesebben így kivégeznék, csak nem lehet nem kéne annyira. Habár lehetséges, hogy ki kéne őket végezni. Kicsit azért ez egy vandál dolog lenne, szóval lehet beadom őket utolsó esetben majd farmereknek, és akkor abból is lesz egy hadsereg, vagy több favágónak, vagy valami ilyesmi. Vagy még egy druidának, csak úgy random, hogy csináljon az is valamit, de annyira sok hasznukat nem veszem ezeknek a alacsonyabb intelligenciájú falusiaknak. Emberek, szerintem itt valami nincs rendben már, mint itt van egy csomó ágy, de így sárgák, és kettő zöld belőle, úgyhogy itt igazából 4 falusi van. És hol van még 2 magas intelligenciai falusim hiányzik? Vagy lehetségesében vannak a kocsmában ilyenkor? Lehetséges, de így azt vettem észre, mintha így eltűntek volna igazából. Hát itt egy 23-as, ez nem az a magas, ha bár lehet, hogy ő is az. Jó, igazából bemehet ő is rancsőrnek, mert amúgy mindegy. Az, hogy most hanyas intelligencia egy rancsőr, az mindegy. Amúgy, ha megfigyelitek, a bard a kocsmában másfajta zenéket játszik, mint alapból. Szóval ez egy érdekes dolog. És különben tök jó, ahogy nézem, nem jár be azért mindenki a kocsmába. Ami, hát végül is lehet, egy baj, mert 96 férőhely van, és itt nem nagyon járogatnak be így mindenki, de nem baj, azért így jól el vannak ide bent, én azt gondolom. És itt se nagyon foglalt el senki se ágyat, szóval én itt nem nagyon tudom, hogy mi történt. Szóval lehet, hogy itt eltűntek falusiaim, de arra jöttem, hogy igazából rancsőrnek beadhatok bárhány intelligenciás falusit, itt legfeljebb csak lassan végzi a dolgát, de ugyanúgy eteti az állatokat, csak lassabban, szóval az mindegy igazából.
Az, akiknek igazából magasabb intelligenciás... Szóval újra kezdem ezt a mondatot. Azok a falusiak, akiknek magasabb intelligenciájuknak kellene, hogy legyenek, azok a bányászok és a druidák. Mivel hát a bányászok azért, mert hogyha kiütnek egy-egy blokkot, akkor ezt egy druidának vissza kell töltenie. Meg a druida nagyon lassan fejlődik, szóval emiatt így nem jönnénk ki mindenképpen jól. Illetve majd a jövőben a következő falusiaink. De mindegy, előbb-utóbb itt még lehet, hogy még vásárolgatok, meg ilyeneket csinálgatok, de előbb-utóbb elkezdem építeni tovább a kocsmát, egy hatalmas épületté. Nagyon király lesz szerintem, hogyha ez kész, ez a legbrutálisabb épületem lesz, és hát nem tudom, hogyha jól számolom, ha ennek a következő szintjére is építek még ugyanennyi házat, szóval 3x6-ot, akkor az 18, az már egy 36 férve, meg még a tetőre még egy mondjuk egy 4x6, az minimum ráfér. Hát egy eléggé nagyon durva mennyiségű falusit fogok tudni itt elszállásolni. Úristen. Akkor az most beszéd közben nagyon nehéz matekozni, de a jól számolod az egy 50 férőhely, sőt nem, az nem lehet. Na mindegy, valami ilyesmi mennyiségű férőhely lesz, beszéd közben nagyon nehéz fejben számolni. És hogyha ez meg lesz, én itt akkor nem is tudom mi lesz. Támadtam úgy közben egy olyan ötletem, nem tudom, hogy hol van az enchanterem, de annyi a lényeg, hogy az az ötletem, hogy van néhány falusim, akik nem olyan nagyon magas intelligenciájúak, és mi lenne, hogyha beadnám őket őröknek? És akkor beencsantolhatná ezeket a bőrpáncélokat, és akkor ezek mondjuk jók lesznek nekik páncélnak. Így encsantolta, nem olyan rosszak. És ez végül is szerintem nem egy rossz terv, szóval így fel tudnám használni ezeket a maradékokat, akik úgyis majd fejlődgetnek, majd olvasgatnak a könyvtárban. Nem olyan drága egy őrt beadni igazából, nem, most megnézem mennyi egy őrt beadni. De amúgy megnézitek, eléggé, hát nincs olyan sok emeráldom, szóval remélem nem olyan, nem kerül ez olyan nagyon sokba. Hát 13 emerald, az nem is sok. Bőven meg tudom csinálni ezt a 3 darab bőrt. Mindegy, előbb megvárom, még az összes bőrpáncélt beencsantolja majd az enchanter, és majd utána hát akkor majd felveszik ezeket a páncélokat, és szerintem itt már van egy full beencsantolt bőrszet majdnem. Szóval végül is eléggé jól állunk ezzel kapcsolatban. Na mindegy, előbb-utóbb már tényleg elkezdem építeni ezt a kocsmát, csak annyi minden eszembe jut közbe, hogy mindig megakadok. Hát itt lennék elég sok építéssel később, és a kocsma az úgy már készen is van. Majdnem teljesen. Ezt figyeljétek, azért elég királyon néz ki ezzel a második ilyen kis szinttel, ezzel a kis galériával vagy mivel. Szerintem nagyon jó lett, és majd lesz itt egy csillár, ami majd lelóg onnan középről, nem tudom, szerintem azt majd valamikor megcsinálom. És itt lesz majd a lakóövezet a tetején, amit terveztem. Hát elég durva látványám, hogy maga ez a kocsma, szóval hogy megnézitek, azért nem kicsi. Tényleg sokkal nagyobb, mint a többi épületem. És hát belülről sem az. És most jelenleg amúgy jó, nincsenek beágyazva a szobák. De azért azt azért tegyük hozzá, hogy most így lesz 6 darab 6-os szobám alapból. Úgyhogy ezek már meg vannak csinálva. És még a tetejére 4-et, 5-öt, 6-ot is simán majd még be tudok tenni. Szóval ez egy ilyen lakóövezet lesz, ilyen nagyon durva lakóövezet lesz. És hát itt így jelenleg nem nagyon költözött be senki, mert majd kéne egy Home Six-et venni. De amúgy lesz pénzem rá, mert most eladtam azért dolgokat a merchantnak, és lett több mint 2 stack emeráldom ismételtem. Szóval nagyon király. Veszek is őröket, mivel ezt terveztem, hogy az alacsonyabb intelligenciai falusi, amit beadom őröknek, és akkor ők így őrök lesznek, és legalább majd olvasnak a könyvtárba, és azzal majd fejlődik az intelligenciájuk. Legalább ennyi hasznuk lesz, van 3 darab.
Hát be is adok 3 darab ilyen falusi törnek. És lesz páncéluk is, mert vannak ilyen enchantolt bőrcuccok, amiket az enchantere beenchantoltattam, mivel hát úgy vagyok vele, hogy ilyen respiration, a legtöbb enchantol nem fognak tudni mit kezdeni, de legalább jobban néz ki, mint alapból. Hát igen, ezek tényleg aránylag haszontalan enchantok. Hát mondjuk az unbreaking az talán nem annyira. Nem baj, azért ennyivel hozzásegítettem ahhoz, hogy jobb páncélzatuk legyen, mint egy sima bőrpáncél. Hát itt egy 21-es intelligenciája, ez amúgy nem is rossz falusi, de beadom őrnek, mert most mi más csinálnék vele. Íme itt van még egy 15-ös intelligenciája, ezzel sem nagyon tudok mit csinálni, ezt is beadom őrnek. És itt van még egy sima munkanélküli falusi, ez egy 18-as intelligenciája, őt is beadtam őrnek. Csinálok nekik vaskardokat, és akkor majd, hogyha megtámadja valami a falut, legalább nem fognak itt kihalni a falusiaim, habár olyan nagy védelmet sem fognak nyújtani, mivel alacsony a szintük. Nem baj, beteszek ide néhány vaskardot, mondjuk úgy ennyit, és lesz vaskarduk legalább. Na nem tudom, most ugye el lesznek ezzel, meg felveszik majd a bőrpáncélt, az enchantolt bőrpáncélt, és akkor az úgy jobb lesz. Azt gondolom amúgy, hogy erre a részre körülbelül ennyit terveztem. Még azért vannak dolgok, amiket megcsinálnék szívesen, mint például megvárom az éjszakát és megnézem, hogy van-e még munkanélküli falusim. Illetve elkezdenék betenni új gyerekfalusikat. Mivel a tanár, hát nem tudom, azt terveztem, hogy jobb lenne talán, hogyha a tanárfalusi egyszerre csak egy-kettő gyereket tanítana, és akkor lehet, hogy később fogynának el a könyveik. Ez szerintem lehet, hogy egy jó taktika lenne erre, szóval most teszek szerintem 2 darab gyereket, nem tudom, hogy vettem magamhoz 4-et. Meg megnézem, mit ad el a merchant, vagy mit vásárol a merchant. Spruce woodot, ezt mindenképp adunk el neki, hát beetrootért egyet ad, azt nem. Papírért egyet ad, azt mindenképp. Hát akkor spruce woodot fogunk a mai nap neki eladni, majdnem minden nap van már egy ilyen 20 emeráldot behozó ilyen kereskedésem a merchanttal, ami szerintem nagyon király. Mert így azért tényleg egy folyamatos emerált forrásunk van már, mindig van mindenből. Szóval tényleg a favágóim nagyon jók már, a bányászaim nagyon jók, és tényleg mindig van mindenből. Hát itt ebbe a házba sincs már nagyon hely. Most körülnézek az összes házba, hogy van-e ilyen üres rész, mert az előbb itt voltak sárga ágyak, de az... Ó, igen itt. Ez furcsa amúgy, mert alszik egy sárga ágyon például az őr. Ezt nem értem annyira. Most pedig... Itt nálam... Jaj, csak felszedtem egy újat. Na mindegy, most megint 2 kislányt spawnoltam le. Remek amúgy, mi mindig csak női falusiaim vannak, mondjuk ez nem zavar engem. De így emiatt... Most kikerültem ezt az egészet. Ez kár, ezt ki kéne javítani, hogy a trapdooron ne bagoljanak ennyire a falusiak, mert ez egy kellemetlen bug. Mi a jó Isten, az egyik gyerek falusi 31-es intelligenciával született. Azért néha vannak szerencseim, és akkor bekapok egy-egy ilyen nagyon jót. És ez az enchanter pedig beszorult ebbe a trapdoor csapdába, amiben amúgy elég gyakran beszorulnak a falusiaim. Ez furcsa. Hát a 100-as enchanterem azért jól el van, enchantolgatja itt a különböző bőrcuccokat, erre tartom, és akkor itt most tanulnak majd szépen a falusiak. Hát igen, 6 darab könyvet tud egyszerre magához venni a tanár, ami szerintem nem rossz, de azért jobb lenne, hogyha többet tudna, mert egy idő után elfogy. És ha látható, hogy már is nőtt az intelligenciája neki, nagyon király amúgy ez a gyerekes rendszer, mert így magas intelligenciájú falusiakat tudok kapni, és ha a tanár falusim még magasabbra fejlődik, majd olyan 100-as közeli lesz, akkor nagyon durva intelligencia boostot tud adni az újszülötteknek. És akkor most eladunk a merchantnak némi spruce woodot, ezzel azért az emerald készleteinket feltoljuk. És már az egyik új falusit, aki most fog majd felnőni, egyik új gyerek falusit, szerintem ranchernek kéne majd beadni. És kellene majd egy új ilyen tenyészhető hely, mondjuk a birkáknak se lenne egy rossz, meg nem lenne egy rossz a malacoknak se, meg el kéne kezdeni a csirkéknek a helyét majd. De azt gondolom, hogy ez majd inkább a következő részben, és akkor ezt fogjuk majd először lefixálni, utána pedig jöhet majd a kovács. Az egy komoly épület lesz, és utána jöhet majd a guard post, vagy a guard postok, meg a barak. És utána igazából meg lesz az összes falusi épület. Ami durva, de utána persze még azért fejlesztenék különböző dolgokat, hogy a falunk még jobb legyen, utána nem áll meg maga a sorozat. Fákjára van szüksége, hát akkor kraftol majd magának fákját. Érdekes, 85-ös minerem már ilyenjeim vannak. Nagyon durva termelést végeznek, tényleg folyamatosan gyémántokat találnak. Az előbb adtam el 20 gyémántot a kereskedőnek, de azt gondolom, hogy folyamatosan fogok tudni eladni gyémántokat, és majd, hogyha lesz kovácsom, az készít majd gyémántsárkányokat, és az egy gyémántsárkányt, az valami 30 nem tudom hány emeráldért el tudok adni. Szóval olyan király lesz, hogyha lesz kovács, nagyon sok emeráldot fogok tudni abból kaszálni. De én emberek úgy vagyok vele, hogy ez a videó legyen ennyi. Én azt gondolom, nagyon sok mindent csináltam, hát azt a
úristen, ezt a kocsmát felépíteni nagyon sok időben, illetve rengeteg új falusinak adtam új foglalkozást. Nagyon király, most azért már megnézegetem a farmereimet, hogy tényleg csak 7 farmerem van-e, mert én úgy emlékeztem, hogy most 8-nak kéne már lennie, de nincs. A beetrooton kéne még egy embernek dolgoznia, de nem nagyon látom, hogy dolgozna ezen a megszokott beetrootos falusimon bárki más. Na mindegy, ez nem probléma, legfeljebb majd beadok egy újat farmernek. Na de ez a videó ennyi lenne, köszönöm szépen, megnéztétek, hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő részekről, mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, most már nagyon remélem, hogy a következő részt tényleg ki tudom tenni időbe kedden. És a tagok számára pedig hétfőn. A tagok számára igazából, hogyha késik a rész, még akkor is egy nappal előbb látják, szóval még így is úgy is megéri a csatorna tagság a csatornámon. Na de, én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!